Na hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, kezdtek Clash videóval érkeztem, igazából egy ilyen, nincs is apropója ennek a videónak, hanem ilyen, hát, mi legyen a címe? Ti már tudjátok, hogy mi a címe, én meg nem, ez milyen durva gyerekek, időurokba kerültük, na, az lesz a címe, hogy helyzetjelentés. Oké, srácok, ez igazából semmi apropó, hanem tényleg így feljöttem, 18 óra 40 van, nem sokára boss lesz, végre nem késtem egy nap le róla. Ugye úgy szoktam csinálni, hogy délelőtt megcsinálom a küldetéseket, meg ilyenkor délután, és akkor csináljunk egy olyat, hogy ilyesmi már volt, vagy megcsináljuk a küldetéseket, elmegyünk messzába, csinálunk HBM-et, meg ilyen hülyeségeket, aztán meg igen, ma akkor csinálunk olyat is, hogy akkor bossra is meginvitállak benneteket. Kicsit berészhettek így a klánnak az életébe, ugye? A Unármi 2 klánnak az életében. Na, srácok, mi a helyzet van itt? Csináljunk küldetést inkább, szerintem először. Várjátok, ha már egyszer helyzet jelentés, akkor megmondom, hogy ugye mi a helyzet. Na, mi a helyzet? Eriaszt megy fel 1000-rel, körülbelül 800 darab sárt kell neki, és meg tudom csinálni. Meg tudom csinálni, hogy 7 skill lesz, nagyon cool lesz. 154-es egyébként, a többi, akik kim vannak így bézen általában, a híróim, ugye a Vlad, meg a Cupido, meg a TG, meg az Orca, az minden egyi elérte a 160-at, ugye a Vlad az meg már régóta 180-as. És ugye a Zeri ez fogja elérni a 154-es most, és a 160-ra igyekszik elég gyorsan, roham léptekkel. Szerintem egy-két nap is meg lesz neki a 160. Ugye úgy csinálom, hogy a Vladot rakom ki, meg őt, és akkor HBM éri, csak ez a kettő kapja az XP-t, ugye elég frankon megy. Gyakorlatilag naponta kettő szintet is tud, kettő-három szintet is tudok vele lépni. A druidát azt kicsaptam a bandából, mivel ugye ott az Orc Healernek, meg igazából ő volt az, akit itt a leginkább nem kedvelek. Szeretem a druidát, meg nagyon-nagyon király kis híró, viszont a TG-t nem akartam kidobni, nagyon brutál, nagyon szeretem azt a hírót. Az Orcot egyértelmű, hogy nem akartam kidobni, a Cupidot egyértelmű, hogy nem akartam, meg a Vladot azt meg marára egyértelmű, hogy nem akartam kidobni onnan. Úgyhogy most szegény druidának lett ez a sorsa, hogy ugye kispados lett, de viszont, hogy hatodik híró meg lesz, és addig nem lesz semmilyen hírom, akkor ő fog visszajönni hatodik bézre. Na, srácok, akkor mi az, amit még tudnod kellene? Nézzük meg, a guildben van-e valaki online. Azért be kellene köszönnünk. Három darab online, vagyis kettő darab online van. Hessian, meg Skizó. Beköszönünk azért. Stok. Sziasztok, 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 gyerekek. Na, mit kellene csinálni? Egyébként látjátok, hogy átmentem Magic Towerre. És ne lepődjetek meg, azért nincsen benne, hogy garizom, mert hogyha HBM-et csinálok, akkor ellopják az XP-t. Igazából csak akkor szoktam telerakni garizonnal, hogyha izét tolok. Miatt? Ezt. Ezt ugye az L12-t, hogy ugye kék garizon az stunol, ezerrel aztán az miatt. Az miatt, vagyis amiatt. Na, srácok, akkor küldetéseket csináljuk meg szerintem, nem? Wow, 300 gemes küldetés, gyerekek, nagyon imádom. És van 300 gemünk, mindig elteszek 300 gemet arra az esetre, ugye, hogyha ezt a küldetést berakja, és éppen nincsen talent kárdunk, és azt hiszem, hogy pont nincsen talent kárdunk, és nekem nincsen, meg még nincs is bent, ugye? Ahol nincsen bent, hát hogy lenne, gyerekek, hogy lenne? Szóval egy-két dolgot itt még meg kell vennem majd, nehogy elfelejtsem. Skizó halizik itt. Oké, okay, ja, küldetés, oké, okay, akkor csináljunk egy talent cserét, hát, hogyha valami értelmeset ad. Mondjuk nyomjunk ezen, ugye talent cserénél úgy van, nem tudom, hogy azt ismeri mindenki, hogyha akármelyik híron nyomjátok, vagy végül is bármin nyomhatjátok, mondjuk akkor így rábökünk erre, és akkor ezen nyomsz egy change-et, akkor is ugye később ki lehet választani, hogy melyikre akarod cserélni, gyakorlatilag csak annyi, hogy itt leküldöd, és akkor ez kapta 3 per 5-ös, és arra cseréled, amelyikre akarod, mármint azon a hírón, amelyiken akarod. Megnézzük, hogy itt a main hírók között esetleg nincs valami olyan, amelyiknek ez a 3 per 5-ös így bejönne. Hát ezen a Vladnak biztos, hogy nem, nézzétek azért. 5 per 5-ös live drain, Deadly Strike, 4 per 5-ös nem cserélem le, 5 per 5-ös. Ezt se cserélem, mert 5 per 5-ös, aztán ugye azért elég nagy esélye van, hogy stunolgat. Hát ez a bulvark, ez nem tudom.
nem tudom, 8% atakot meg HP-t ad. Ezt se szívesen cserélem, mert ezt meg megint nem szívesen cserélem, mert ezt meg megint nem szívesen cserélem, mert a Vargádot igaz, hogy kisebb. Hát akkor valami random hírónak berakjuk, gyerekek, mondjuk. Minek? Minek ugye? Nem berakom ennek. A paladinomnak 80-as szinten ott lett hagyva, viszont nagy álmom, hogy azért egy paladint majd ki fogok húzni. Mivel tetszik a paladin, komolyan mondom, srácok, az egy 9 per 9-en, amikor 90%-os sebzést leredukál, vagyis benyel a shieldje, akkor azért nem lehet olyan rossz. Visszakaptuk a 300 gemünket, nagyon tuti, és mit kell csinálni? Bosszon kell részt venni, az nem sokára meg lesz. Donetelni kell, ez megvan. Mi van még, gyerekek? Mi van még? Amit így instant le lehetne tolni, hát izét kellene gyártani, trupsot. Akkor csak gyártsuk le gyorsan, ezeket így beszoktam pakolni. Gyorsan így végig szoktam menni a küldetésen. Most már elég sokat ad, így nem is tudom mennyi, 45K mic körül. Elég sok ilyen küldit ad be. Aztán néha egy kicsit nyűgös különben. Sokszor már úgy vagyok vele, hogy kicsit kiváltogatom gemért. Mert annak se sok értelme van, gyerekek. Nagyon-nagyon csábít az, hogy most eltörgessem azt a gemet. Komolyan mondom ezt a 400 gemet. Lehet, hogy elpörgetjük most csak azért így apropó, hogy a videó kedvéért. Oké, gyerekek? Van egy kemény egy helyem, úgyhogy kétszer egyet fogunk pörgetni. Nagyon-nagyon imádom, gyönyörű. Meg akkor még egyet tudunk pörgetni, gyerekek. Nagyon kemény. Tippeljetek, mi lesz? Szerintem kék kalapácsos, oké? Azaz Axe, vagy Exe, vagy valami ilyesmi. Nem hiszem el, hát... Legalább egy lila takonyod volna, nem? Most aztán imádkozhatok, hogy holnap reggel legyen talent refreskát. Jó, oké, akkor csináljuk tovább a küldetést, megcsináltuk minden egyben, elkezdtük a trupsnak a gyártását. Elfeledkezek ám itt a nagy izgalomba, nagy pörgésbe. Ebbe is megy, ugye? Meg ebbe is megy. Ebben is megy, jó van. Néha ránézek a csetre, ne haragudjatok. Szia! Szia! Viki! Ő pont tegnap mondta, hogy most találkozott először a videóimmal. Sokszor azt hiszem, hogy a klámban azért vannak benne az emberek, mivel ugye toboroztam videókban. És közben meg ő például nem is tudta, hogy vannak ezek a videók. Na, érdekes. Érdekes, nagyon érdekes. Jó, unalmas, ugye? Ilyen hülyeségekről beszélek. Mit kellene csinálnunk, srácok, még? Amit így le tudnánk tolni. Nagyon gyorsan le kéne tolni. Mizu. Várjátok. Épp videó van, úgyhogy benne vagy. Na. Gyors letolom a dungeon-öket, gyerekek. És azt szoktam csinálni, expert dungeonből az elsőt választom, és akkor nagyon gyorsan megvan. Nem nagyon szoktam itt tökörészni azzal, hogy tudom, hogy a sárnot, meg hogy a kéktetőset érdemes támadni, meg minden. Amikor így a questeket csinálom, akkor annyira nincs türelmem ahhoz, hogy azokat csináljam, és akkor így mindig elsikkad, aztán az expert dungeon legelső, és akkor az ugye minden visz, az ugye behelyettesítődik például a normálnak is, ugye például van, azt hiszem, hogy olyanom is, van ennek is jó, meg ennek is jó. És igaz, hogy most csak ez a kettő megy, de azért szoktam az expertet választani, mert az meg ugye beszámolódik az expertnek is. Na, gyorsan daráljátok őket. Azt hiszem, nem tudom, hogy ezt nem, miért nem lehet valahogy instant megcsinálni. Még itt is várni kell. Ha már Vidi, mondj véleményt a bázisomról, please, Hessian. Na, mondjuk véleményt akkor a bázisáról, oké, srácok, mindenki. Kollektíven, ne csak én, hanem ti is, mindenki írjatok. Ó, á, gyerekek,
És na, komolyan mondom, hogy nekem van egy ugyanilyen bázis tervem. Nem tudom, valószínűleg, hogy nincsen benne a BlueStacks-be, hanem a Telumon-ban csak rajt a mentése, de használok egy ugyanilyet. Pont, tök ugyanilyet. Igen, pont ugyanilyet. Csak azt hiszem, hogy nekem ugye nagyobb a Tower-a, vagy a mi ez? Nem Tower, hanem... Mi a franc? Ez városháza, vagy mi a franc? Az a főépületem, és több falam van, és még ennél sokkal nagyobb. Meg én azt csináltam, hogy... De most már mondjuk véleményt róla, gyerekek, én annyit csinálnék, meg annyit csináltam az enyémbe, hogy néha befűzöl egy-két épületet, az azért jó, hogy nem az van, hogyha például itt ledarálnak mindent, hogy akkor egyből bemennek ugye a tornyokig, hanem hogyha raksz be épületeket közé valahova, ahova éppen fél, például ide is befér, vagy ide is, vagy ide is, vagy ide a sarkokra beraksz még párat, akkor az azért jó, mivel azt fogják támadni legelőször a hírók, vagy az enemik, amik jönnek, és ugye amíg azt ugye ölik, addig a tornyok tudják azt az ellenséget lőni, meg a híród is oda ki tudnak menni, és ott is tudják darálni az ellenséget. Érted, hogy mire gondolok? Remélem, hogy nem egyből a híróidra mennek meg a tornyokra, hanem akkor azok így elfogják a támadásnak a lendületét, így megfogják, és azokat támadják, és addig a ti te híróid meg támadják az ő híróid, vagy éppen akármi, amit éppen támad téged. Na, szerint nekem ez a véleményem, írjatok még ti is, hogyha gondoljátok a Hessiának a bízéről a véleményeteket. Ja, oké. Okay. Egyébként frankó minden. Szerintem egyébként jó. Szuper, szuper, szuper. Na jó, oké. Okay. Vissza. Elterelődik itt a téma, gyerekek. Mondtam véleményt. Beírtuk. Na, remélem nem mutatlak benneteket ezzel, hogy itt hülyéskedek. Na, ez meg is van. És akkor csináljuk meg a maradék dungeon-t. Dungeon, dungeon, dungeon-t. Fatesz 13 is megérkezett. Nagyon jó. Nem is tudom, mi lesz ennek a neve. Lehet, hogy ennek a videónak a címe az lesz, hogy egy este a guildban, vagy a guildben. Így egy kicsit elterülött a téma, helyzetjelentés helyett ilyen gildes dolgok lesznek, úgy látom. Lehet, hogy berevezek még egy messzára is, gyerekek, veletek, hogyha van kardom. Expert. 6 darab sárdot kapott. Nagyon kemény, vagy kaptunk, nagyon kemények vagyunk. Kösz, kösz. Szupi, szupi, ne haragudj, most nem írok vissza, látod, hogy nagyon el vagyok foglalva. Vagyis még nem látod, hanem majd látni fogod. Vagyis amikor én ezt kimondom, hogy látod, hogy el vagyok foglalva, akkor te már látod, de amikor én most mondom, akkor nem látod. Gyerekek, ez ilyen időugrok téma. Tudjátok, mi a legdurvább? Tényleg az előbb azon gondolkoztam, vagy mondtam is, hogy azon gondolkoztam, hogy mi legyen a címe a videónak, és ezt el akartam nektek mondani, de rájöttem, hogy ti már tudjátok, hogy mi lesz ennek a címe a videónak, én meg még nem tudom. Ez milyen kemény, nem? Aha. Reméljük nem lettél beégedve. Azt kérdezi Hessian, hogy boss videó lesz-e? Azt írtam neki, hogy nem ilyen random videó. Most nem nagyon akarom kinyitni a híróimat, tényleg basszus, mindjárt boss. Mindjárt boss, 6 perc múlva. Várjátok már meg velem, oké? Okay? Ezt meglátjátok, hogy milyen nagyon frankul nyomja a Guild 3-as boss. És mennyire intelligensen. Mármint ugye, hogy nem tudunk bele többet, mint amennyit muszáj a Max HB miatt. Nem is tudom, kivel beszélgettem múltkor. Hogy ő megmondta, hogy ő nekik ilyen akármennyit beletolhatnak, aztán hát annak mi értelme van? Most mi értelme van 60 milliót beleütni egyszer? Ha egyszer... Úgyse kapsz több HB-t, nem? Nem tudom, gyerekek. Na, akkor ez kifújt, mivel ugye ott darab ilyen valamink volt, boss, ez mindjárt jön, ez mindjárt termelődik, akkor destroy oldi buildingeket meg egyelőre most nem akarok, mert hát, hogyha behalnak a hírók, aztán nem nagyon lenne az jó. Nézzük meg itt a messza témát. Van két messza kardunk, gyorsan menjünk már egy messza négyet. A boss előtt van még 5 percünk. Hát, ha kifogunk egy jó tímet, hát,
Hát nem. Hát azt megnézzük azt a kis Mikulás. Mikulás csávónak nincsen ideje, PD-je, úgyhogy ha már az benne van, akkor repülünk ki innen. Nagyon jó. Egyébként BlueStacks-et akad, mint a disznó ez a szar játék. Komolyan mondom. A telefonon abszolút nem akad. Izén meg akad. PC-n. Na, ezt talán annak a 7 ohmnak van PD-je. Jó, oké. Na, szépen ne lépjék ki babám, aztán ugorjál le meg. Mondjuk azt elég kicsik a csávok. 6000, hú, mindenki ilyen nagyon mini. Jaj, jó, be is mentünk? Elnézést, én kérek elnézést, kicsit elgondolkoztam, azt közben meg be is mentünk. Valaki híreljen rá a TG-mre, ott valaki beverte. Most aztán imádkozzunk, hogy megvan mind a 3 PD. Talán még nem is nagyon fog akadni. Az a gyanú, hogy az egyik PD az fűbe faragott alul. Úristen, miért akad ez annyira? Nem szokott egyébként, nem tudom most mi van vele. Lehet, hogy megy a háttérbe valami. Jézus Mária, ilyen ez a díjvetítés van. Elvileg az a nagy problémám, hogy alul szerintem igen, alul meghalt az egyik PD. Úgyhogy 2 PD-vel megyünk, ez de meg nem fog lemenni, szerintem. Ott van a sírja, látjátok, itt alul szépen. Ott valahol elhalálozott. Középen él, ugye? Meg itt van egy darab, a másik meg úgy látom, hogy ő volt az, akit agyonvert a boss, ami nem túl baráti. Ez abszolút nem baráti. És így nem fog levenni ez a nyavajás. Mesa 4. Hát nem baj, megszoktattátok, hogy mindig félelek itt a videóba, ha Mesáról van szó, ha Raidről akármi. Általában akkor nem szokott bejönni soha. Mondjuk 2 PD-vel is meg lehet, meg lehet, meg lesz, gyerekek. Csak ne szana szétmennének az emberek. Úristen! Kicsit meg vagyok keveredve, olyan szinten van lak, hogy teljesen be van bagolva az egész. Na, ott volt meg egy erjesz például. Tényleg azt sem tudom, hogy ki kivel van, meg mit lő. Az ott 160-as druida, az mit keres ott fent középen, és ilyen iszén 300 méter távolságban lövi a boss. Na, hát ez most vagy nagyon meg lesz, vagy nagyon nem lesz meg, gyerekek. Ez, mármint, hogy pont nem fog meglenni szerintem. De hát imádkozzunk. Nem tudom, lehet, hogy aztán én tévedek, vagy, de nem látok 3 PD-t, 2 PD-t láttam. De meg lett, gyerekek, na jó van, oké, még időben be is fért. A zöld láda, miért is ne? Keeper Papa mindig kapja a zöld szaros ládáját. Exit. Új, 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 14 darab. Jaj, most. Ó, valakinek meg egy izé esett. Egy Dracula. Vlad. A mázdista nekem meg nincs olyan, ugye? Tudom, hogy van. Örülök is neki, mint majom farkának. Hoppá, és mindjárt boss, gyerekek. Jaj, ezt meg közben mennyi kell ebből? Jó, ebből jó sok kell. Nagyon örül. Kuiti 13 tegnap csatlakozott a guildhez egyébként, úgyhogy szerencsét hoztunk neki. Ja, oké. Boss mehet, gyerekek. Nagyon itt elbeszélgetünk, azt közben meg. Közben meg itt a... Nézd, el is felejtettem, hogy videó van. Nagyon sokan vagyunk, nem tudom, valószínűleg, hogy nem fogom elérni még a
A Max HB-t. Hát nem tudom egyébként, hogy bemenjek-e, mivel akkor ugye 2-3 percig itt körülbelül várhatjátok, hogy végezzek. Challenge. Egyébként ugye PDA nélkül vagyok, meg még ráadásul nincs permasztanom se, mármint nem olyan, van egyébként championom, meg tudom, hogy lehet a permasztán csinálni, nem is nagyon érdekel, hogy meglegyen, megmondom őszintén, annyit szoktam beleütni, amennyit tudok, azt jó van, végül is nem is bánom, hogyha most nem ütök bele 35 milliót, ugye, hogy leüssem a max mennyiséget ahhoz, hogy ugye megkapjam a max HP-t, de így be szoktam menni, meg nem is mindig megyek be, például sokszor csinálom azt, hogyha fenn vagyok, akkor sem megyek be, hogy a kisebbeknek is jusson inkább HB, mert eléggé van nekem most bőven, meg ugye nincsenek olyan hatalmas terveim most a játékban, hogy én nekem most ebben a pillanatban át akarom például ott a 160-asaimat léptetni, ugye. Most elsőleges direktíva számomra az, hogy az Eri-hez felmenjen 160, utána ő fog átlépni legelőször ugye megint a 180 fele, ugye 9 sztárra ő fog ugrani, tehát annyira nem gond, oh, mi a szar? Ezt általában én ezt kiszoktam bírni a 3 percet, viszont most a Vlad az nagyon-nagyon gyengélkedik. Ja, hát igazából így megy le. Olyan 12-14 milliót szoktam egy körbe leütni, egy 3 perc alatt. Tudom, hogy ez nem valami nagy szám, nem is azért mondtam, hogy én most itt olyan nagyon ügyes vagyok, csak az, hogy tudjátok, hogy ennyit tudok. De lehet, hogy a második 3 percre be se fogok jönni, hanem inkább akkor csinálunk mást, hogy ne legyen annyira uncsi ez a videó számotokra. Ez is pontosan ugyanezt történne a második 3 percben is, mint most úgyis. Ugye a Vladon van egy 5 per 5-ös livestream, meg még ráadásul ugye hílelgeti magát, de így is látjátok, hogy sőt, de meg fog ez murdelni szegény, valahogy nagyon nem akar. Ó, most be leszünk sztanolva, akkor végül. Nem, felhozta magát. Ja, hát ugye nem nincsen olyan karakterem, ami normálisan sztanolna. Ugye a TG az sztanol, meg néha a Cupido szokott, ugye rajt van az a Happy Bluff talent, és az néha bejön, aztán akkor az is besztanolgatja, de aztán végül is nem is arra megyek, hogy most én sztanolgassak. Meg ráadásul ugye PD nélkül aztán kinkeserves egy ilyen hármas boss. Siván például ugye akármit cseréljenek ki egy PD-re, akkor is meg lenne 3 perc alatt a 35 millió, de így meg ilyen csigalassúsággal így ütögetjük a... Hoppá, és 13 másodpercben vissza is megvolt a Vladocskám. Na jó, van, oké. Hát ezt már végigvárjuk. Szupi gyerekek, 12,7 millió, olyan ilyen 12-14 között szokott lenni, és nézzétek, nagyon-nagyon beindultak itt az emberek. Nézzük meg addig a chatet, oké gyerekek, hogy mit írnak. Go, 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 go. Nézzük, hogy áll. Ugye még itt simán bemehetnénk még egyre, és akkor ugye meg lenne mondjuk 20 akárhány millió, vagy olyan 30 millió környéke. Vagy szoktam azt is csinálni, hogyha nagyon kell a HP, hogy ugye bemegyek egy kicsit, és akkor egy fél perc múlva kijövök. Vagy egy perc múlva, és akkor mondjuk ott az egy perc alatt beütök egy ilyen 5 milliót, és akkor utána visszamegyek még ugye egy ilyen 14 milliósra, ugye arra még ugye lenne idő. És akkor úgy kb. Meg lenne a 35 millió, de annyira nem töröm magam. Nézzük meg egyébként Bas most a legelső. Egyébként Norbi most nincs itt, tegnap ő volt, ahol láttam, ő volt a legerősebb. Egyébként ő mondhatni így bosszon a legerősebb, mivel ő neki van a legerősebb ilyen hírói. Viszont nem ő neki vannak a legerősebb hírói, Basnak vannak a legerősebb hírói, meg nekem is lehet, hogy erősebb hírói vannak, de Norbinak ugye van talán egy 7-es skillű PD-je, ami iszonyatosan nagyon dob azért az egészen. És ki van itt még ugye? Skizó, rettenetesen brutálisan feltörekvő játékos. Mármint talán akkor kezdtem, amikor én elkezdtem a videósorozatomat, és már ilyen, nem tudom, ilyen messze a hármakat, egy minimum. Hessian új tag.
Ő is szerintem eléggé feltörekvő. NDXIDJRNCJ. Nem tudom micsoda. Szép neve van, meg még ráadásul ő is egy nagyon feltörekvő játékos. Peti 21. Régi játékosunk, Kuiti az most jött tegnap, ahogy mondtam, Viki 03 27-től jó régóta van már, ő egy másik guildből jött át, és ki van még itt, igen, más, Potesz 13, Cornerstone, igen, és látjátok, hogy gyakorlatilag még senki nem tudta beleütni a maxot, mivel rengetegen vagyunk rajta, nem is tudom, hogy hányan voltunk. Na, srácok, nem tudom, hogy még mit kellene itt bele vinni ebbe a videóba. Lehet, hogy megyek valakikkel egy messzát, becsatlakozok egy messza egyre, és akkor úgy még azt még megnézzük. Sosem fogjátok kitalálni, mit pörgettem. Atista kérdezte. És akkor még egy messza egyre benevezek a srácokkal, aztán azt még esetleg, ha van kedvetek, megnézhetitek. Bas, bas, ne arra, hogy most nem írok. Ork. Ó, az nem nagyon jó. Na, valaki inveljen, aztán akkor megyünk egy messzát, gyerekek. Na, tudjátok mit? Invelek egy messze egyet. Olyan régen, egyébként soha nem invelek. Ó, oh, nem is itt kell. Olyan nem is szoktam csinálni. Hanem mindig így becsatlakozok, hogyha van ilyen lehetőség a guildbe. Ja, ezt nem kell? Azt form. Jaj, nem ezt kell. Mit csinálok? Kilít. És nyomunk egy invet, aztán valaki találja hozzá. De legalább egy PD-nek kell lennie. Na, valaki PD-s legyen. PD-nek nem fog menni, gyerekek. Na, majd nem jó. So sorry, nem megy PD-nek. Jaj, srácok. Hát próbálkozunk meg még egyen, mondjuk. Mekkora a PD-d, Viki? Skill hányas, ami a leglényegesebb, ugye? Na, megpróbáljuk azt a 3 skill PD-vel, bár aztán lehet, hogy nem fog levenni. Elhúzom itt az időt, gyerekek, mi? Biztos utáltok engem. Végül is szerintem... Jó, kujt is tud jönni, akkor úgyhogy talán be joinolnak az emberek. Pavaj, mindig miért nyomom joint, mondjátok meg, mert hülye vagyok, ugye? Úgyhogy akkor legalább egy PD kell, gyerekek. Hát, ezt nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Komolyan mondom.
Ez vicces lesz, vicces lesz. Hármas PD-je van. Neki ugye, nekie. És milyen erős emberek. Hát, vagy sikerül, vagy nem igazából egy játék. Megcsúszom három embernek a karját, egy darab kardot, ugye maximum, hogy itt így elérek vele. Remélem, hogy nem előre raktad a PD-t. Ja, talán, nem tudom. Nem tudom, egyébként nem szoktam. Messze egyet nagyon régen mentem utoljára. És ne, azt hittem, hogy rámegy a PD-re. Kíváncsi leszek rá. Tényleg. Hát ez felejtős lesz, ugye? Gyerekek, ez hülyek próbálkozás volt. Ha nem megy le feléig, 1 perc 30-ig, akkor hülyeség volt. És nem fog lemenni, és nem fog lemenni. Bocs, srácok, komolyan mondom, nem gondoltam volna, hogy lepedj le. Jaj, pedig aztán majdnem. Annyira nem szanám, gyerekek. Ugye időt vett igénybe az is, hogy ide bejöttünk, úgyhogy azt még le kell számítani. Úgyhogy lehet, hogy meg lesz. Ez most ugye, no, megint ilyen marhára necces dolog, mert kb. Olyan 30-ig le fog menni fele, de ugye még ott vannak a az ágyuk, vagyis a tornyok. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon meleg helyzet lesz. Hát, szerintem nem egy srácok, szerintem nem egy, hogyha nagyon gyorsan meg nem össze-vissza mennek az emberkék a fel majd a tornyokhoz, akkor meg lesz. De rég voltam messze egyet, nagyon nem szoktam menni már. Bazsikkal szoktam esetleg kettőt. De általában randomokkal megyek hármat vagy négyet, de leginkább inkább négyet szoktam. Három PD-vel mindenképpen nem vagy négy, még ilyen kisebb emberekkel is. Például az előbb is ugye ebbe a videóba is egy ilyen 5000 akárhányossal is lement. Hát gyerekek, ez azért nem annyira jó. Jó lett volna, hogyha lett volna legalább egy Santa a csapatba, és akkor ledorálta volna a felső zónát, és lehet, hogy pont az miatt nem fog lemenni. Ugye nem valami gyorsan fogunk felérni a tornyokhoz. Hát, jó lett volna egy Santa vagy valami, aki ott ledarálja. Gondoltam, hogy fennkezdek, csak akkor meg féltettem, hogy a PD-t bedarálja a boss, vagy valaki ott. Hát, meg lesz a srácok, meg lesz, ugye? Mondjátok, hogy meg lesz. Na, mire vettelek rá benneteket? Messze egyet kell nézni. Jaj, de lassan megyünk, Úristen! Jézus Mária, megyünk gyorsabban! Annyira megszoktam, hogy ilyenkor PD-ben begyorsítva, ilyen marha gyorsan megy a csapat. Ah, és meg lett, jó. Zöld láda. Nem, kék. Kék, nagyon jó, meg lett. Nagyon tuti volt. Lograt. Na jó, van, oké, srácok, nem tudom igazából mást. Nem hiszem, hogy már tudnék mutatni nektek, már mint oké, el tudnánk menni esetleg megcsinálni a HBM-eket, meg ugye maradék küldetés, de így is már atom hosszú lett ez a videó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett azért, akik ugye keszlökles függők, azok esetleg megnézik, mások meg gondolom úgysem. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!